Another visitor. Stay a while. Stay forever. Szervusztok, itt Normál 69, és ismét jelentkezek egy ilyen kis Exterminatus opcióval. Itt a jól ismert zabáló a fehér nyúzoktól, és a régányéval, itt pedig egy nem isteni, de a vaslovagoktól származó, a hajótól nagyon nem különböző, de repülő objektum. Na, ezek lesznek most egymást a keresztve. Egyrészt András is írta, hogy megnézte még egy ilyen videót, anyag is volt, meg ezeket a pici videókat elég hamar le lehet renderelni, úgyhogy gondoltam, miért is ne? Persze ezeket az egységeket a játékban nem kell mindig felépíteni, tehát egy kattintás aztán szépen felépítődik. Mint egy rendes stratégiai játékban, Lomha barátunk szépen lassan elkezd fordulni, miközben a zabálóból érkező rakétákat próbálja semlegesíteni. Viszont ezek a reagánok azért elég jól tudnak páncélt bontani, úgyhogy jobb, hogyha vigyáz, alulról megpróbál belefúrni, de kap a hátába egy hatalmas kremlövedéket. Ez egy picit megzökkenti. Lehet, hogy egy telepét lőttek, hoppá, még kap a fenekébe néhány kis busz és telefonfülke méretű lövedéket, mely ettől el is tűnt, úgyhogy nem igazán tud ráfúrni a nagyobbik csatahajóra, illetve hát annyira nem is nagyobb, csak keményebb. Nézzük, a brutális sebzés és a rettentő életerő sikeresen harcol-e a furcsa ötlettel és a mozgékonysággal, hát egyelőre elpihent a zabálója a fehér nyúzoknak. Nem is tudom, hogy ki tud-e még evickélni. Hogyha nem tud kievickélni, és rengeteg ilyen lövedéket kap a hátába, de az utolsó pillanatban félreugrott, bár az induló rakétáit annyira nem tudja kilőni, de hogyha jól látom, egyik vagy másik oldali reagálágyú folyamatosan működik, és bontja a páncélját. Itt pedig nézem, hogy milyen hajtóművek vannak, de úgy láttam, hogy van az a nagy moduláris, aha, ott az a gyűrű volt az, és a testébe valószínűleg el van rejtve a darálónak két ilyen hajtómű, és azért tud még repülni, bár a külsőket leölték. Hoppá! Hát a reaganok elég csúnyán megbontották azt az oldalát, amivel felé néz az ellenségnek. A tégla alakú léghajók, vagy fémék. Bár még ő se tudott igazán kimászni a vízből, akármennyi hajtóműve is van. Szorgalmasan eregeti a rakétákat, de azok nem hiszem, hogy elérik. És igen, erje, mi is az olasz, sárkányok szoktak fészkelni, úgy hívják azt a nagy hajót. Igen, kapja be szépen a hátába a találatokat. Na, lehet, hogy az isteni egységen egy nem isteni egység fog győzni. Az Exterminatus történetében ez szinte egyedi dolog. Kettő rész volt belőle, szóval mit vártok. De úgy látom, annyira már nem tudja elhárítani a rakétákat. Lehet, hogy nem maradt ezen az oldalon lézer elhárító. Igen, ott alul vannak azok a kis bütykök, látjátok, abból jönnek a zöld lézerek. Na, az lövi ki a rakétákat. Illetve, hogyha úgy van beállítva, akkor akár még a lassabb, nagyobb lövedégeket is. Érdekes újítások voltak az update-ben, tehát minél lassabb egy lövedék, annál kevésbé valószínű, hogy egy ilyen lövedék elleni pajzsról lepattan. Érdekes, a dűnében is ez volt nagyjából, csak ott a lézerekkel volt egy kis probléma. És tovább bontódik az alja, viszont őt ezek a reagánok nagyon-nagyon leszették. Kis, kemény páncéltörő lövedékekkel van tele, amit valószínűleg a magnetikus gyorsítás igen-igen megdob. Jó, hát az egyiknek elég csúnya, harmadfokú égést tapasztalunk a hasán, a másiknak meg leesett a segge. Két rokkant harcát követhetjük, két rokkant gigász, mankóikkal csapkodják egymást. És persze a jobb felső sarokban látszik, hogy degraded mód, ilyenkor a játék, ez az optimalizálás, hoppá, de meglendült egyik része. Az, hogy levesz egy adagot a grafikából, és nem rajzolja be a rakéták csóváit, meg a lövedékek által húzott csékokat, így viszont kevésbé fogsz lagolni, és normálisan harcolhatsz. Az update-ben még, bár itt szerintem nem készülnek olyan messzi felvételek, az is látszik, hogy ha a hajó messzebb kerül, akkor most már leveszi a textúrákat, távoli textúrákra, tehát még kevesebb
gép igényel, videokártya igényel van. Egyébként, ahogy észrevettem, annyira nem videokártya igényes a dolog. Tehát ahhoz képest, hogy fele olyan szépen néz ki, ugye nincs is annyi tereptárgy, mint a Subnautica, nem eszi a videokártyát, és memóriát se annyira, tehát a Minecrafthoz képest látszik az, hogy ő nem Jávában van megírva. Igen, egy baloldali Railgun lövi még és rakéták, de szerintem ez úgy fog zárulni, hogy szegény tégla leesik az égből, vagy elpottyantja az összes alját. Mert ő viszont időnként meglepően mozgékonynak bizonyul, és nem igazán vannak a nagy darab barátunknak itt olyan ágyúi, rá tud fordítani, és igen, hát már a rakéta elhárítása sem működik. Az a kék villanás pedig ugye EMP töltet volt a rakétában, ami viszont pont ebben a páncélban tud nagyszerűen terjedni. Hoppá, még két lövedéket el tud tereszteni a felső ágyújából, de az most, hogy megint ilyen gyorsan tud mozogni a daráló ellenség, nem annyira volt effektív. Igen, igen, föntről még tudná védeni magát. Na ezért jó, hogy ilyen szitúban mondjuk beleülsz a kis avatar robotoddal, és akkor teszem azt, lejjebb viszed egy picikét, hogy jobban rá tudjon lőni arra a vacakra, vagy úgy fordított, hogy a másik irányba álljon. Csata közben persze ez mind szabadon megtehető. Rá is ugorhatok a kis mágneses csizmáimmal a darálóra, és elkezdhetem belőni magam a mesterséges intelligencia felé. Amiből, hogyha ugye az összeset elpusztítom, akkor enyém lesz a hajó. És nem csak az egy tizedét kapom meg az erőforrásainak kampány vagy játék közben lebomláskor, hanem pontosan annyit, amennyit még tartalmazott, ha én bontom le. A lokális erőforrások esetén. Hát elég porózus a barátunk. Úgyhogy szerintem én őt vesztesnek nyilvánítom, hiszen már el is kezdett lebomlani. Ő is eléggé kibeleződött, és mondjuk javára szól a kis téglának, hogy ő egy kategóriával lentebb, tehát a nagyon kemény kategóriában van, nem pedig az istenibe. Nagyon paraméterezhető egyébként a kampány, így megjegyzem zárójelben. És azt is állíthatod, hogy milyen nehézségű konstrukciók jöjjenek ellened. Ez pedig ugye az általam tisztelt és nagyra becsült dupla AI-nak egy moduláris egysége volt. Ő pedig a fehér nyúzoknak a megszentségtelenítés kategóriájú hajója. Úgy látom, hogy fejlesztett ágyuk vannak rajta, közben indítom is. Zúzó részek, mint rendesen, és innen oldalról rakétákat is lő, az alján nem látok semmi különset. Itt fönt viszont a lebegő modul 4 darab 4x4-es kremágyúval és 2 darab 4x... Hogy is van? 4x4 kremágyú és 2x4 advanced ágyú. Hogyha ott is 4 van, már ezt most nem látom rendesen. És igen, be is vitt valami csúnya nagy robbanós találatot, valószínűleg páncéltörő vagy nehéz lövedék volt, ott oldalt ki is lyukadt a hajó, és láncreakcióként robban tovább. Motortér, és úgy látom, vannak itt ügyesen, modulárisan elhatárolt lőszerek, de bizonyára van neki még valahol lőszerforrása, mert elég komolyan lövi a lebegő objektumot, amelynek egyébként Seraph a neve, tehát ilyen fönökangyal. Aki éppen egy akkorát köpött a seggére, hogy ott is elpukkant, úgy látom, a lőszerkészlet, vagy pedig az egyéb robbanós alkatrészek, mint kristálynövesztő tálcák, vagy motoralkatrészek, vagy üzemanyagtárolók. Igen, megszórja még egyszer a hátulját, és gyanítom, hogy az elejében van még valami, igen, most meg már az elejét lőtte meg az advanced kanonokkal. Hát a megszentségtelenítőnek még egy AI-ja működik, ami szerintem az orrágyúját kezeli, de az ágyuk most fordultak vissza, elfogyott a lőszerük vagy az irányítás, és úgy tűnik, hogy ő veszített, tehát a Seraph maradt meg, tehát a Seraph fog küzdeni a következő körben az én általam készített egységek ellen. Ez a gigáz brutyó, itt láthatóak különböző paraméterei, mennyi nyersanyagba kerül. Ő itt a talán legszebbre megcsinált hajóm, a Vendetta, rajta látszik a katamarán típusú elrendezés, középen ott a kis horpadásban vannak a legrobbanó képesebb alkatrészei. Elő a két ágyú torony, hátul két lézertorony, középső torony, ő pedig a hajóhajó. A hajóhajó egy régi kísérleti konstrukció, nem került használatba, de ő volt az első hajó alakú hajó, amit építettem, ezért lett ez a neve.
visszatérek szépen a Seraphhoz, és megnézem, hogy hogy bírják a kis egységeim. Ugye én általában távolra ható egységeket építettem, ezért távolra raktam. Ha netán esetleg linkeltek, küldtök nekem ilyen egységeket, amiket csináltok. Elég egyszerű, mert egy icipici fájról van szó. Ja, látszik, hogy a vendettában Iker AI van, hogyha az egyiket kilövik, akkor a másik megmaradjon. Szóval akkor nagyon szívesen berakom ilyen csatába, és megmondjátok, hogy milyen messzire spawnoljam le, melyik egység tetszett meg, aki ellen harcoltatni akarjátok. Lehet, hogy ebből egy egész sorozat is kikerülhet. Majd akkor folytatom, hogyha megint szóltok. Úgy látom, hogy Gigász Brutyó barátunk viccesen Bioptron lámpának nevezett lézere, ugye a jótékony hatásával simogatja az ellenséget, eléggé hatásos. Jep, hátul a két advanced ágyú is lövi, amiben graviton töltények vannak, tehát lögdösöm csúnyán, és mellé, hát a kecses kis Gigász Brutyó fémzsák testével háromszoros réteg páncél van rajta. Úgy látom, el tudott siklani a lövedékek elől, és nem úgy látom, hogy Gigász Brutyó ellen lenne még valami esélye. És hát irális volt három egységet beraknom, mert most szépen a hajónak éppen, hogy a rakétái lendületből eltalálják oldalról. Szeretem az EMP-t, tehát szépen a fémen átterjedő cuccok miatt potyognak lefelé ezek az alkatrészek. És hogy kikerülnek az önjavítás ható köréből, nem valószínű, hogy még egyszer vissza tudná őket szerezni. Úgyhogy hát úgy érzem, hogy a Gigász Brutyó és a Bioptron lámpa az elég hasznosan működik. Nem tudom, hogy ő hogy állná meg a helyét mondjuk egy tenger alattjáró ellen, egy nagyobb tenger alattjáró ellen, mert ugye a lézerből elég sokat levesz azért. És látszik, hogy a graviton lövedékek tolják szerencsétlen kémet arrébb. Hát igen, győztem én, az én egységeim fantasztikusak, hatalmas bálna, egóm ismét hízik még egy kicsit nagyobbra, amíg esetleg nem küldtök egy olyan egységet, aki széjjel alázza őt. Na mindegy, hogyha tetszett, akkor egyértelmű, hogy regisztráljatok YouTube-ra, Google-ön keresztül, vagy bármi más, és akkor tudtok lájkot nyomni, hogyha utáljátok, mert szar, akkor meg diszklájkot, illetve megírni, hogy mit szeretnétek látni, mielőtt a valószínű kampányos sorozatunk multiplayerbe beindul. Ez az ágyúcső pedig vízszintesen van teljesen beépítve a hajótestbe, és csak a végénél van fölfelé nyílás, ez ilyen érdekesen átklippel és nagyon jól védve van. Normál 69 voltam, legyen szép hétvégétek, és hogyha tetszett, nem tetszett, és a többi, ez majd marha unalmas szerintem, tudjátok. Szép napokat nektek, sziasztok!